ezt a részt csinálta, erre rúgott rá. Megtaposta az egyik autó sárvédőit, hatalmas horpadást okozva rajta az őrjöngő fiatal, ezt mutatta az egyik szemtanú. Az önkívületi állapotban tomboló 22 éves fiatal mindenféle előzmény nélkül fényes nappal kezdett őrjöngeni a nyílt utcán. Először autókat, egy motort és kukákat rongált meg. A városnak a központja fele haladt, és ott még egy jó pár autót, egy 7-8-at valahogy így elintézett. Az önkívületi állapotban tomboló fiatal az egyik közeli busz megálló több négyzetméteres üvegét is betörte. A tettét végignéző férfi szerint ijesztő volt a viselkedése. Nem mertem hozzá menni, mert hogy mondjam, féltem tőle. Nagyon nagy ereje volt. Az még fura volt, egy hangot nem adott ki, csak szuszogott. Egy másik szemtanú szintén azt mondja, hogy rémisztő volt, ahogy az őrjöngő fiatal viselkedett. A férfi, ahogy meghallotta, hogy darabokra törik a busz megálló üvege, azonnal hívta a rendőröket. Hallottam az üvegcsörömpölést, aztán ez még nem is volt annyira feltűnő, mert ugye szelektív kukáink is vannak, gondoltam valaki az üvegeket dobálja ki, vagy hasonló. Aztán amikor már hallottam a busz megálló üvegét, törte benne, ott már hívtam a rendőrséget. Pár percen belül én voltam a negyedik bejelentő. A rendőrök perceken belül a helyszíre értek, így könnyen elfogták a még mindig dühöngő vandált. Alkoholteszteres vizsgálatot hajtottak végre, ami pozitív eredményt mutatott. A férfit a mentőkórházba szállították. Az eset kapcsán a szekszárdi rendőrkapitány segbűnügyi osztályán indítottak eljárást, rongálás büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Hogy a fiatal fogyasztott-e drogot, egyelőre nem derült ki, de úgy tudjuk, hogy az elfogása után még több napig a pszichiátrián kezelték.